Görög Ibolyára sokan voltak kíváncsiak. Ormai István polgármester izgatottan köszöntötte őt. Most jól vagyok, vagy hogy? Most... Úgy nagyjából. Vannak hiányosságok. Ha meggombolna, na, ugye, tudtam én. A nagyatádiak szeretnének többet tudni a helyes viselkedésről, mondta a polgármester. Ezért hívták meg a téma jeles képviselőjét. A protokoll szakértő szerint a magyar emberek alapvetően tudnak viselkedni. Csak éppen az utóbbi 20-30 évben felgyorsult és elszabadult a világ. A mobilozással is, hogy mennek be a busz alá, SMS-ezve is minden, egyre másra jönnek a mobilos ellen, a színházak kérik, hogy ne, jegyek mellé adnak egy papírt, hogy ne kapcsolja be, hogy egy kocsmába, az asztal végén egy kosárba vannak a mobilok, és aki először fölmeri venni, az fizet. Tehát alakul a társadalom, önmaga fogja ezt szabályozni. Mondom, nagy baj nincsen, csak ez a rohanó, mindent elsöprő tempó, ez sokat rontott rajta. Kifigurázta az állandóan panaszkodók típusát. Mint mondta, az emberiség egyik fele nem azért van, hogy a másikat dajkálja. A rossz kedvünket hátra kell hagynunk, mielőtt reggel elindulunk. Otthon kell ezt elérni, mert nem lehet a boltban megvenni. Nem mindig egyszerű. Nem minden nap ébredünk úgy föl, hogy szerda van. Ez nem mindig egy ilyen földön túli örömmel bennünket, de akkor is szerda van, tehát így van szerda, vagy így van szerda, és csak én tőlem függ. A hölgyek és az urak megjelenésére egyaránt tett észrevételeket. Utóbbiaknál például manapság dívik a műborosta, úgymond a latin szerető kelléke. Nonverbálisan sugallják, hogy olyan éjszakán volt. Nem volt időm megborotválkozni. Én egy ilyen műborostáltat meglátok, keresem úgy az aranykarláncot, mert szervesen összefügg, és nem mondok neki hosszú szavakat. Ibolya megjegyezte, a WC-ből való telefonálás magyar betegséggé vált. Mint rámutatott, az elegancia nem pénz kérdése. Az elegancia az bentről jön kifelé. Elegáns ember nem késik. Elegáns ember az asztalán rend van. Elegáns ember nem kózos. Azzal folytatta, kezd kiveszni a másikra való figyelés képessége. Elszoktak az emberek a beszélgetéstől. A nyelvtanilag hibás beszéd olyan, mint a szájszag. Hogy beszélnek eleink? Hetente legalább egy neme volt, az megcsapja a fülem. Egy szállodában a büfé vacsora, szakásra mondom, hogy ez a szósz, ez miből van? Azt mondja, ő, mondtam, akkor nem kérem. Ez a tűnci-pünci kis óvodás tücsügés, ez most divatosá vált. Az elsődleges kapcsolatfelvétel a szemkontaktussal kezdődik. Aztán a köszönéssel folytatódik, ami sajnos megy ki a divatból. Mindig annak kell köszönnie először, aki belép valahol. Az európai kultúrában a nő nyújtja előbb a kezét üdvözléskor, illetve a fogadó fél. A protokoll szakértő a mai közéleti szereplőket nem kímélte. Én a szalagátvágásokat, hogy úgy szerepül mindenki szalagátvágás, a népbetegségé van. Állnak ott 17-en, hogy még én is majd darabot már hagyd meg, majd, és akkor na elvágja. Mit csinál vele, nem tudom. A szalag vége meg leesik. Egy szalagátvágásom az első lépés, hogy a szalag végéhez egy-egy hosszú szőkelábút rászervezek, aki elkapja a szalag véget, nem? Ugyanakkor a tapasztalatai szerint a fiatalokat mind jobban érdekli a helyes viselkedés. Nagyon-nagyon jó első folyamatot látok. Egyre másra keresnek meg ilyen 18-20 éves fiatalok is, hogy színházba fölvegyem annak kedvet, anyukám mondta, hogy ne vegye föl, de én fel akarom venni. Tehát a fiatalok sokkal jobban érzik azt, hogy valamire szükség van, és nagyon sokat kérdeznek. Végül Márai szavaival köszönte meg a közönség figyelmét. A műveltséget nem csak a könyvek mentik meg. A műveltséget a köznapok apró reflexei mentik meg. Amikor egy korszak fölemelt ököllel jön ellened, te köszönj vissza nyugodtan, udvariasan, úgy, hogy megemeled a kalapod. Nem tehetsz mást. Köszönöm a figyelmet.